Az utóbbi egy-két évben érezhetővé vált a szerb gazdaság és a pénzügyi helyzet javulása. A GDP nő, mód van bér és nyugdíj emelésre, emelkedik a minimálbér, és az infrastruktúrába is hatalmas összegeket ruháznak be. Színis a Mali pénzügyminiszter szerint a fiatalok láthatják, hogy Szerbiában van perspektíva. A szerb állam szeretné itt tartani a fiatalokat, munkát biztosítani a számukra, a külföldön élőket pedig hazacsalogatni. A kormány ennek érdekében egy sor intézkedést tervez bevezetni. 2020. január 1-től elindul a bérek adóterheinek csökkentése. Megnöveljük a fizetések adómentesség alá eső részét 15.300 dináról 16.300 dinárra. Ez csökkenti az adóalapot. Ezzel kevesebb az adó is, amit a munkáltató fizet. Csökkentjük a nyugdíj és rokkantbiztosítási járulékot is 0,5%-kal. Ezzel a két intézkedéssel összesen 13,1%. Egy tized milliárd dinára segít az állam a munkaadóknak. Kedvező feltételek teremtődnek az üzletvitelhez, ugyanakkor arra ösztönzi a munkáltatókat, hogy új, fiatal munkaerőt vegyenek fel, hogy növeljék a fizetéseket, és ilyen módon fejlődjenek is. A munkanélküliségi ráta egyre jobban alakul, már csak 10,3 os de a cél, hogy jövőre egy szám váljon. Az állástalanság a fiatalok esetében még kifejezettebb, és ez nem csak Szerbiában van így, hanem Európában is. Az adó és járulék kedvezmény megkönnyíti a munkáltató dolgát, a fiataloknak pedig foglalkoztatási lehetőséget teremt, hangsúlyozta Anna Brnabic kormányfő. Ne a fiatalok munkanélkülisége ma 24,4%-os. Persze jó eredmény, ha azt nézzük, hogy 2012-ben még több mint 50%-os volt. Tehát a mostani helyzet elég jó, de az eredmény még mindig nem olyan, amivel meg lennénk elégedve. Ezért gondolkodtunk el azon, milyen további intézkedéseket hozhatunk, amelyek egyértelmű jelzések lehetnek a vállalatoknak, hogy érdemes fiatal embereket alkalmazniuk, ugyanakkor egyértelmű jelzés lehet a fiataloknak is, hogy Szerbiában maradjanak. És éppen ez a célja a szerb kormánynak. Szeretné, ha a külföldön tartózkodó fiatalemberek visszatérnének. Az adó és járulék kedvezmények nekik is szólnak, fejtette ki a pénzügyi tárca vezetője, Sinisa Mali. Ők azok, akik legalább két évet külföldön töltöttek, és ha úgy döntenek, hogy visszatérnek, foglalkoztatásuk esetén 70%-kal csökken az adó és a járulék alapjuk. És ez így van öt éven keresztül. Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy az elmúlt két évben külföldön tartózkodó embereinket arra ösztönözzük, hogy visszajöjjenek, és a karrierjüket itt folytassák. Az első évben tehát 70 os a kedvezmény. A második évben az új fiatal foglalkoztatottak bére után fizetendő adók és járulékok 65 át a harmadik évben a 60 át engedik el, és csak azután tér vissza minden a régi, megszokott kerékvágásba, magyarázta Színi Semali. Ilyen stimulatív, ösztönző intézkedéseket néhány évvel ezelőtt még egyáltalán el sem tudtunk képzelni. Emlékezzenek rá, hogy 2013-ban Szerbia még csődközeli állapotban volt. Nem volt pénze a fizetésekre és a nyugdíjakra, óriási hiány, óriási közadóság mellett. Ezeket az előző hatalom hagyta ránk. 2014-től azonban elindultak a reformok a közféra pénzelésében. Nehéz, de bátor döntés volt, amit akkor Vucsit elnök úr hozott, amikor még kormányfő volt. Ennek meglettek az eredményei. Szerbia tavaly 4,3%-os gazdasági növekedést valósított meg, a munkanélküliség 10,3%-osra csökkent, a 2012-es, 13-as, 25,9%-os állástalansági mutatóról. Oda jutottunk, hogy idén augusztussal bezárólag 46,6 milliárd dináros többletünk van a költségvetésben. Tehát pénzt spóroltunk meg, a pénzügyi konszolidációnak ezt a fázisát befejeztük, és jelenleg azon gondolkodunk, hogy lehetne még inkább növelni a gazdaságot, és hogyan gyorsíthatnánk a munkanélküliség felszámolását, hogyan növelhetnénk a foglalkoztatottságot, főleg a fiatalok esetében. A munkáltatóknak szánt bérekhez kapcsolódó adó és járulék kedvezményeken kívül a szerb állam más módon is segíti a fiatal pályakezdőket tavaly október óta például támogatja a saját vállalkozás megalapítását. Adó és járólik kedvezményeket biztosít, hogy a fiatalok könnyebben váljanak vállalkozóvá. Mi szmo, System! Bevezettünk egy olyan rendszert, amelyben a fiatalok, akik céget alapítanak, és legfeljebb 12 hónappal korábban fejezték be a tanulmányaikat, amikor bejegyeztetik a saját vállalatukat, az első egy év során mentesülnek az adó- és járulék kötelezettség fizetése alól alkalmazottaik tekintetében 10 fő munkavállalóig. Ez azokra is érvényes, akik több mint hat hónapig nyilvántartásban voltak munkanélküliként a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál. Tavaly októbertől idén augusztus végéig ez szerint a mechanizmus szerint 900 új cég jött létre, és ezer személy kapott ezáltal munkát. Az, hogy ezek közül a cégek közül hányan maradtak meg, és hányan kezdik meg a második évüket, amikor már elkezdik fizetni a foglalkoztatottak utáni adókat és járulékokat, valamikor idén, októbert követően derül ki. A munkáltatóknak szóló tervezett adó és járulék kedvezmények jövő év január 1-től lépnek életbe. Még az idén, október és november folyamán kerülnek parlamenti eljárásba is napirendre az ezzel kapcsolatos törvények. Ha az év végéig el is fogadják őket, a következő év elejétől hatályba is léphetnek a bennük foglalt kedvezmények.